Szeretettel köszöntöm itt a műsorba kedves vendégünket, Lengyel Ferencné Anikát, ahogy itt megbeszéltük, hogy így fogunk téged szólítani, és hát nagyon köszönöm neked, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, mert hát az én szememben te egy példa vagy, az Élfa programban nagyon sok kortársadnak, akár fiatalabbnak, idősebbnek is te példát mutatsz ezzel a lendülettel, dinamizmussal, ami rád jellemző, és hát ugye először itt a műsor előtt is, a felvétel előtt is arról beszélgettünk, hogy hogyan is jött a te életedbe ez az Életfa program? Tulajdonképpen úgy jött az életembe, hogy egészségügyi problémám volt, és megtaláltuk rá a megoldást, ezáltal sikerült az egészségemet helyreállítani, és hát közben jött a férjemnek is a problémája, tehát először is a termékek bizonyítottak nekem, és utána ismertem meg jobban az Életfa programnak a szirmait, és kapcsolódtam be. Igazából nagyon szerettem az emberekkel foglalkozni, hiszen több mint 40 évig oktatásban dolgoztam, emberekkel, gyerekekkel foglalkoztam, és miután abba hagytam az aktív munkát, hiányzott valami az életemből, és itt találtam meg az Életfa programba azt a hiányzó életformát, amit én most itt megkaptam. Valójában egy 180 fokos fordulatot vett az életem, ezáltal nyitottabb lettem, több lett az önbizalmam, és van egy olyan érzésem, hogy nagyon sok ember szeret engem, mert olyan tanácsokat, olyan segítséget tudok nekik adni, amit megfogadnak, és valójában lelkileg is segítem őket, tehát panaszaikat elmondják nekem, és nagyon szívesen adok tanácsokat, akár az életemből merítve is. Úgyhogy ennyit tudok mondani erről, hogy hogyan kerültem, hát igen, a termékek útján is, és ezáltal én nagyon megszerettem ezt a közeget, nagyon emberséges és nagyon közvetlen pozitív emberek társaságába kerültem, de nem csak én, hanem a férjem is, mert mi mind a ketten részt veszünk bármilyen programon, kiállításokon, rendezvényeken, úgyhogy a férjem is maximálisan támogat, segít engem, úgyhogy és nagyon örülök neki, hogy a családom is teljes mértékben elfogadja, hiszen az unokáim nem betegek, ők is továbbítják, használják a készítményeket, és akkor, ha úgy van, akkor irányítják hozzám, akik érdeklődnek ez iránt, úgyhogy hát erről ennyit tudok mondani, hogy én nekem ez a második otthonom a Miskolci klub, mert úgy jövök, mintha hazajönnék. Tehát én nekem a szüleim elég régóta nincsenek már, de a szülői házunk itt van Miskolcon, és azért havonta el szoktunk jönni, és akkor én mindig elmegyek a klubba, a csoport találkozókra, az Életfa konferencián rendszeresen ott vagyunk, nem ketten, hanem van, amikor 12 ember tudok elvinni a konferenciára, és ez nekem nagyon jó érzés, nagy elégedettséget ad a számomra, hogy hallgatnak rám is, és követnek engem. Nyugdíjasként mindenki pihenni szeretne. Na most Anika máshogy választott. Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy én most ebbe belevágok, és nem akármilyen sikereket fogok elérni? Hát tulajdonképpen egy alapképzésen vettem részt, ahol egy termék alapképzésnek az előadójaként a dr. Harsányi Edit doktornőt hallgattam meg, és akkor azt mondtam, hogy ez nekem kell, ezt én szeretném, ezt én akarom, tovább akarom mondani másoknak is, hiszen mindig is bennem volt az a tulajdonság, hogy szerettem segíteni az embereken. Tehát ezáltal meg úgy éreztem, hogy még szélesebb rétegeknek tudok segíteni. Úgyhogy nekem az Edit doktornő adta meg a pontot az íre, úgyhogy ő volt az, aki elindított, illetve a szponzoraim, akiknek segítségével tulajdonképpen hát elértem ezt az eredményt, amit elértem. Ugye nincs egészségügyi végzettség, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ezt nem lehet csinálni. Milyen képzéseken vettél részt? Hát valójában először is az első képzésem, ez egy számítógépes képzés volt itt a Papszer utca 24 szám alatt. Aztán volt a következő évben egy egészségügyi alapképzésem, amin részt vettem, és nem volt könnyű,
de sikeresen levizsgáztam belőle, úgyhogy büszke is vagyok rá, mert alaposabban megismertem az emberi test működését, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, nagyon sokat jártam a Tonk Emil képzésére, ugyanakkor különféle ilyen, hogy is mondjam, csak MLM képzésekre jártam, tehát mondhatnám azt, hogy Brian Tracy-nek az előadásán ott voltam, vagy mondhatnák nevesebb embereket is, de én nekem ezek az állandó tanulás az, hogy állandóan karban tartsam a fejemet, hogy ne álljak le, hogy végül is maradjak meg szellemileg ugyanazon a szinten, vagy legalábbis közel azon a szinten, amilyen nem voltam. Tehát engem ez motivál, hogy elsősorban a saját egészségünket tartsam, aztán tulajdonképpen a szellemi frissességemet tartsam meg. És hát én nagyon örülök annak, hogy ez az eredmény, amit én eddig végigcsináltam, ez sikerre vezetett, mert az idén eljutottam Svájcba, ami egy nagy álom volt a számomra, és most már valóság lett. És hát akkor szépen fel is vezetted, amit akartam kérdezni. De nagyon-nagyon fontos része ez a te életednek, az életfás életednek, nekünk egy nagy örömbüszkeség, és egy nagy élmény neked nyilván, hogy ugye az idei nyáron nemrég érkeztél haza Svájcból, egészen pontosan Zárnenből, ugye ott található a Nárin cégnek a gyára, egy jutalomutazáson vettél részt, ez azt jelenti, hogy egy egész komoly teljesítményt kellett, mi úgy mondjuk ezt pontértékben teljesítened, ezt te elérted, ezért ugye jogosult voltál, és kijutottál Svájcba, és hát azt akartam megkérdezni, hogy mit jelent neked most már, hogy hazajöttél az, hogy Svájc, hogy svájci minőség, és mit tapasztaltál, mit láttál a gyárban? Hát tulajdonképpen a svájci minőség, azt mindig is tudtam, hogy az a legmagasabb szintvonalú minőség, amit én termékeken keresztül is, meg hallomásból is tudok, hogy nekem a svájci gyár, hogy én oda elmehettem, én olyan megilletődött voltam, hogy Úristen, itt vagyok a szentélybe, tehát láthatom, hogy hogyan készítik a termékeket. Találkozhattam olyan svájci tulajdonosokkal, akikről csak hallomásból tudtam, és most személyesen találkoztam. Ez nekem egy óriási élmény volt az, hogy láttam, hogyan készítik a termékeket, hogyan készülnek, milyen tisztaság van, gyönyörű, szép üzem meg bejártunk, tehát aztán az a kedvesség, az a figyelmesség, amivel bennünket ezen a jutalomúton részesítettek, azok a programok, hát csak a legmagasabb szinten tudok róla beszélni, mert tényleg én minden percét élveztem, abszolút nem éreztem magam fáradtnak, és úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom mindent, mert meg kell élnem ezt az élményt, és sikerült, úgy érzem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk! Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyunk Egerben, az Imola Hotelben, mellettem ül Czanik Balázs, és most készül az új könyv. Méghozzá kulisszatitkokról szeretnélek kérdezni. Mi lesz a könyv címe, és mikor fogod kiadni? Az egésznek az a lényege, hogy első körben arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen karácsonyi receptekről szóló könyvet, de aztán utána átgondoltam ezt az egész dolgot, és most neki találtam azt, hogy ünnepelj és fogy lesz majd a könyvemnek a címe, aminek a lényeg az lesz, hogy nem csak karácsonyi receptek lesznek benne, hanem akár születésnapra, húsvétra és bármilyen ünnepnapra történő receptek lesznek benne. Most pont azon dolgoztunk ezen a három napon, hogy minél több receptet összerakjunk. Természetesen mindent diétásan, laktózmentesen, lehetőség szerint gluténmentesen, és figyeltünk arra, hogy olyan a minőségi alapanyagokat használjunk, amik az egészség megőrzése szempontjából nagyon fontosak lehetnek. Miért pont Eger Imola Hotel, és hányan vettetek részt ebben a sütésfőzésben? Igazából szerencsére nagyon jó csapatom van, és ők mindig velünk tartanak, illetve a szüleim mindig jönnek, és nagyon sokat segítenek nekünk, ezért nagyon büszke is vagyok egyébként rájuk. Főleg azért, mert tényleg kiveszik a részüket abban, hogy segítsenek nekem, és tényleg egy nagyon jó csapattá kovácsolódtunk össze. És azért vagyunk például ebben a hotelben, mert annak idején a Capoeira Aerobic 4-es DVD-met is itt forgattunk, és nagyon szuperul éreztük magunkat, illetve a strandrócsónak
Annak is volt itt Egerben egy állomása annó, és nagyon szeretjük Eger városát, és azért döntöttünk úgy, hogy itt fogunk az Imola Hotel platánba forgatni újra. Hányféle süteményt fog tartalmazni a könyved, és mennyire nehéz volt ezt így összeállítani? Tehát gondolok én arra, hogy mint én kezdőházi asszony, nyilván azt fogom nézni, hogy mennyire egyszerű ezeket a sütiket elkészíteni. A tiédet egyszerű lesz elkészíteni? Könnyen elkészíthető lesz? Nem akarlak elijeszteni. Nem, egyébként tényleg úgy építettem fel az egészet, hogy vannak nagyon egyszerűek, gyorsan elkészíthetőek, amit nem igényelnek sütést. Viszont vannak benne olyanok is, amik bonyolultabbak, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számítását. Nekem nagyon fontos volt mind mozgás szempontjából, mind a receptek szempontjából is, aki ugye már régóta követi ugye a pályafutásomat, hogy igyekszek mindenki számára korra és nem öltekintet nélkül megfelelő dolgokat átadni, mind ugye a mozgásterén, mind pedig a sütésterén. Egyébként az előző könyvemben a sütézés vagy is vannak olyan receptek, amit akár a gyerkőceinkkel is elvégezhetünk otthon, akár egy jó családi program keretében, és pont ez volt a cél, hogy a mostani könyvben is, ugye, hogyha készülünk egy karácsonyra, ugye nagyon sok mindenki szeret mondjuk a gyermekével együtt sütögetni, akkor legyen benne olyan recept is, de hogyha tényleg egy bonyolultabb receptre vágyunk, és szeretném meglepni esetleg a vendégeket, akkor arra is találunk benne megfelelő receptet. És hát ugye Balázsral most már lassan egy éve dolgozunk együtt, és egy nagyon jó kis roadshow után vagyunk, és utána forgattunk egy DVD-t, és hát ő forgatott, mi elmentünk, elkísértük, és a termékeinkkel segítettük a bemelegítést, illetve az izomlazítást, meg hát a táplálkozásból is egy picit kaptunk Balázstól tanácsot ebben a videóban, úgyhogy érdemes majd erre is a figyelmet elhelyezni. Valamint hát a mostani receptkönyvben ugye egy érdekes változás van, hogy belekerültek sós ételek is, és ezt Balázs jelezte nekünk, hogy kérték az olvasók ezt, hogy legyen benne ilyen sós különlegesség. Itt kapcsolódtunk mi be, ugye a nárin fűszerekkel, amik sópótló fűszerek, ugye tengeri algát tartalmaznak leőrölve, és ezekkel készült el ez a különleges nassolnivaló, mondhatom így, ami egészséges, sómentes, így ugye nyilván a magas vérnyomásos betegeknek, meg hát aki egészségesen akar élni, ugye a nátriumkloridból a nátriumot tudja kivonni, és ezáltal az élvezeti érték megmaradt, tehát ez a sós íz, ugye, amit a tengeri alga a tengervízből megköt, ez érezzük, viszont ugye a káros hatásától tudunk mentesülni. Miben segített neked az Életfa program? Én azt gondolom, hogy egyrészt új barátokra találtunk, és olyan követőkre, akik szintén azt szeretnék, hogy azt tűzték ki célról, amit mi. Tehát nálunk ugye a legfontosabb az volt, hogy nem mindenki lefogyjon, hanem az, hogy mindenki egészségesen éljen. Nagyon régóta, ugye 17 éve foglalkozom már ugye a fitnesszel, és nagyon régóta kerestem olyan partnert, akivel ugye az egészséges életmód felé tudunk nyitni, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyen vagyok most, és tényleg azt látom, hogy most megtaláltuk azt a vonalat, ami irányában közösen tudunk együtt dolgozni, és pont azt látom, hogy tényleg egy olyan projekteket tudunk megvalósítani, és a jövő évi terveink is már készen állnak, úgyhogy készüljenek a kedves nézők, mert bőven fogunk programot biztosítani, és egyetlen egy, ami tényleg azt gondolom, hogy mindenkit összeköt, ez az egészség megőrzés, az egészséges életmód, és ugye emellé már itt tudjuk tenni a helyes táplálkozást, és nem utolsó sorban a mozgást és a pihenést. Tehát ez, hogyha valaki egy jó komplexét tudja összegyúrni, akkor a lehető legjobb egy életmódváltáson tudunk átesni, és pontosan erre keressük ugye a kedves nézőket is, hogy ők is jöjjenek és próbálják ki a mi közös programunkat, illetve projektünket, és érjünk el együtt közös sikereket, és haladjunk az egészséges útvonalon tovább. És nyilván nekünk is nagyon fontos ez, amit Balázs mondott, hiszen nem csak az egészség megőrzés, de a prevenció és maga az egészségfejlesztés, ami egyre kevésbé kerül szóba, nyilván a prevencióról, megelőzésről sokat hallani, de maga az egészségfejlesztés, mint tevékenység, mint egy célkitűzés egy csapatnak, az kevésbé kerül előtérbe. Itt viszont a mi együttműködésünknek ez egy óriási lehetősége, és nagyon szeretjük az Balázsban, amikor együtt dolgozunk, hogy ő nem hagy senkit lustálkodni, hanem addig mozgatja az embereket, amíg végre megtalálják esetleg akár a capoeira aerobikba, vagy akármilyen mozgásban a számításukat, és az is volt a célunk akár a Androcson, amikor ott voltunk, hogy minél több embert tudjunk bekapcsolni ebbe a jókedvű, jó hangulatú mozgásba, ami előtt és után nyilván mi is az Életfa program részről, akár a Nárin termékeket bemutattuk, használtuk, hogy hogyan készüljünk fel egy mozgásra, hogyan táplálkozzunk, és hát nyilván a Balázs részről pedig hogyan végezzük ezt a mozgást, mi az, ami a zsírégetés segíti, mi az, ami esetleg a formába lendülést, hiszen őről azt is kell tudni, nagyon sok ember tud átalakítani, van egy ilyen képessége, úgyhogy hát van egy ilyen projektünk is, hogy szeretnénk egy úriembert átalakítani, de hát erről, ahogy ő szokta mondani, nem árulhatunk el még részleteket.
Még azt szerettem volna tőlem megkérdezni, hogy ezeket a fűszereket, amiket használtok, vagy ezeket az új termékeket, szakácsok milyen könnyen boldogulnak vele? Egyébként érdekes, mert ugye akivel például mi együtt dolgozunk, a Horváth Zsolt, ő egy nagyon ügyes mestercukrász, és ő tényleg már tökéletesen használja ezeket a terméket, viszont ami érdekesség, hogy ezeket a terméket is abszolút lehet már tökéletesen használni, akár házi asszonyok, bárki otthon. Ezekkel most már tényleg annyira modern technológiák vannak, hogy ezzel mindenki játszva tud úgymond sütni, főzni, viszont ami egy nagyon fontos alap, hogy egészségesen. És ez egy nagyon fontos kitétel, tehát igazán azt mondom neked, hogy most már nem úgy, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor nagyon nehéz volt ilyen alapanyagból akár bármit is készíteni, mert annyira modern technológiák vannak, és annyira fejlett ez a tudomány, hogy most már bárki tud otthon sütni, és ezért gondolom azt, hogy én vagyok erre a legjobb példa, mert én nem vagyok se szakács, se cukrász, és ezeket a süteményeket, amint az előbb is láthattátok, a süteményeket mi készítjük el. Szeretettel köszöntöm a nézőket itt az Életmód magazinban, és hát különleges helyzetben vagyok most, Adrián, mert egy nagyon kedves kollégámmal készíthetünk most interjút itt először az Életmód magazin műsorban, Draskócini Csák Szilvia, aki itt ül velem szemben, és hát annak idén, amikor én ide kerültem az Életfa program keretében a cégünkhöz, a INS Hungária Kft.-hez, akkor ő volt az, aki itt az alapokat nekem is megtanította, úgyhogy nagyon örülök, hogy most tudunk vele beszélgetni, és hát meg is kérném, hogy itt ezt a nem kevés 18 évet, amit ő ugye már itt tölt a mi cégünknél, röviden foglalja nekünk össze, és hogy mondja, hogy mivel is foglalkozik ő, ugye jelenleg a logisztikai központunknak a vezetője, az értékesítés, a csomagküldés, a megrendelések, nagyon sok minden tartozik hozzá, de azt gondolom az a legjobb, hogyha ő mondja el, hogy mi is ez a feladatkör, és mi is az ő feladata. Hát igen, mint ahogy Nyuszi is említette már, a logisztikai központot vezetem, tehát mi foglalkozunk a termékek behozatalával, a forgalmazók kiszolgálásával, mi találjuk ki az akciókat, tehát igyekszünk mindig segíteni a vezetőknek is, a munkatársaiknak is, illetve hát ugye, hogy az a célunk, hogy minél többen megismerjék a Nálin és a Jusz termékeket, illetve a két svájci gyárral vagyunk kapcsolatban, tehát a Nálina és a Juszter, onnan hozzuk be ezeket a termékeket. Hát elég nehéz a behozatala, ugyanis ugye ezt előre meg kell tervezni, hogy mennyi lehet a fogyás, ami hát elég nagy feladat, de azért igyekszünk megfelelni, tehát van, hogy egész évre meg kell tervezzük az akciókat, illetve a fogyást. A logisztikai központon foglalkozunk a belföldi kiszolgálásokkal is, tehát tőlünk rendelik meg a termékeket, akár telefonon, faxon, interneten, e-mailben, tehát nagyon sok lehetőség van. Legjobban én a telefonos rendelést szerettem, mert közvetlen kapcsolatban tudunk így kialakítani, vagy nagyon sok embert ismerek egyébként, tehát a régiek közül, illetve a vezetők közül majdnem mindenkit személyesen ismerek. Részt veszünk a konferenciánkon, különböző rendezvényeken, tehát ott is találkozhatnak a munkatársaimmal, illetve hát ugye itt tároljuk, vagy hogy mondjam szépen, tehát itt a lerakat is, tehát itt a raktárunk is, és akkor innen mennek csomagba, GLS-sel, vagy posta csomagba a megrendelt termékek. Vannak külső raktáraink is egyébként, ami szintén hozzánk tartozik. Debrecenben van egy raktárunk, illetve Budapesten a képviseleten is be tudják szerezni személyesen a termékeket. Hányan dolgoztak ebbe a csapatba? Az én csapatom a logisztikán, 5-en dolgozunk. Tehát 5 fő van az én csoportomban, de hát nyilván, hogy szoros kapcsolatban állunk a többi csoporttal is, tehát egymás nélkül elég nehezen tudnánk dolgozni. És a 15 vagy 18, hány éve vagy pontosan? Hát most már 18. És a 18 év alatt is mindig ez volt a feladatod? Mindig az értékesítéssel foglalkoztam egyébként első perctől. Nagyon szeretek nyüzsögni, illetve az emberekkel foglalkozni, ugye mert hozzánk tartoznak különböző reklamációk, tehát meg mindenben, amiben tudok segítünk, tehát mondtam, hogy szeretem, hogyha egy a célunk, tehát ugye mindenkinek ez a célja, hogy minél több termék fogjon, de egyébként ez a munkahely, hogy is nevezzem, tehát ez egy ilyen családbarát munka.
munkahely. Nagyon jó viszonyban vagyunk a kollégákkal, de ez most tényleg, tehát nagyon szeretem ezt a munkát, szeretek is itt dolgozni, és hát mindent megteszünk azért, hogy mindenki jól érezze magát, akár a forgalmazók, akár a munkatársak, úgyhogy hát így együtt gondolkodunk, inkább úgy mondanám. Mennyire vagy szoros kapcsolatban ilyenkor a vevőkkel? Csak telefonon, vagy személyesen is? Hát én elég ritkán veszek fel telefont, tehát mert ugye emellett nekem számtalan dolgom van. Elég keveset vagyok bent a csoportommal, általában két napot a központba szoktam tartani, egy-két napot a központba kell, hogy menjek, de megbeszélésekre ugye tervezünk, tehát az egyéb feladatokkal. Szeretek kapcsolatban lenni velük, de hát én azt szeretem, hogyha személyes kontaktus is kialakul köztünk. Szerintem engem elég sokan ismernek, hát nyilván hál' Istennek jó a memóriám, és nem tudom a kódukat, a telefonszámot, hát e-mail címüket fejből akár nagyon sok embernek, úgyhogy megkeresnek sokan, tehát akár a saját telefonomon is, tehát nem csak a cégesen, de akár munkaidőn kívül is nagyon szívesen segítünk nekik. És hát hogy mondjam el azt, hogy én nagyon büszke vagyok azért is a Szilvi kolléganőmre, mert ő nem csak a szakmájában nagyon precíz, de nemrég ugye tovább is képezte magát, tehát ezen a raktározási logisztikai területen ő tanulmányokat folytatott, és nagyon szépen komolyan vette, tehát felkészült ezekre, elment, és nagyon szépen le is vizsgázott. És hát tudni kell róla, hogy ő emellett, hogy vezeti ezt a logisztikai központot, felügyeli a munkatársak munkáját, segíti, emellett még ő egy fejlesztési programban is részt vesz, hiszen van egy raktárnyilvántartó rendszerünk, egy számlázó programunk, és ez abszolút ő nála csúcsosodik, nála összpontosul, és a programozóval ők együtt közösen folyamatosan fejlesztik ezt szinte napi szinten, úgyhogy én bevallom őszintén, én nem is nagyon tudom követni, hogy éppen hol tartanak, de hát nagyon fontos, hogy mindig napra kész ezekben a dolgokban, és ugye ő nevéhez fűződik például az akciók kitalálása, ami azt mondom, hogy nem egy könnyű feladat, ugye, hogy a cég részéről ez gazdaságilag, üzletileg is megérje, mellette ez vonzó legyen ugye a vevőknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog összpontosul nála, ami a mi sikerünket biztosítja, és ugye a napi működést, a napi kiszolgálást az megfelelő minőségűvé teszi. Milyen akciók vannak, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, és egyébként az akciók most évente vannak, fél évente, hetente? Hát minden hónapban van egy fix akciónk, tehát van egy nálinos, illetve egy úsztos akciónk, az fix, tehát az minden hónapban az adott témához próbáljuk összpontosítani az akciókat. Ugye van egy vonal, amin futunk, tehát a termékeket úgy csoportosítjuk. Ezen kívül vannak heti akcióink is, amit hírlevélbe küldünk. A haviról általában a tagjainak kiküldjük postán egy ilyen úgynevezett akciós lapot. A heti akciókat, illetve szoktak lenni rendkívüli akciók, amik mondjuk ünnepnapra vagy hétvégére esik, tehát ugye, hogy egy kicsit felpesdítsük a érdeklődést, azokat hírlevélbe, tehát e-mailbe küldjük ki, aki feliratkozik a honlapon a hírlevélre. Vannak a beléptetési akciók, amivel szintén a forgalmazóinak szeretnénk megkönnyíteni a munkáját, ami kimondottan a beléptetésre összpontosul. De vannak ilyen akciók, például Mikulás napi akcióink, ezek nagyon, tehát nagyon népszerűek. Vannak Valentin napi akció, például vagy anyák napi akció, tehát ilyen kiemelt ünnepeken. Általában nyár és mindig kitalálunk valamit, apák napja, vagy hát próbálunk így, hogy ugye ösztönözzük őket egyrészt a vásárlásra, mert ugye ez a cél, illetve hogy egymás, a vezető munkatársaink a saját munkatársaikkal tudjanak ezáltal kapcsolatot kialakítani. Tehát nagyon sokrétű, de például decemberben szoktunk szaloncukrot is adni ajándékba. Tehát ugye a Mikulás... De csak egészséges szaloncukra. Csak egészséges, persze. Csinálunk ilyen Mikulás csomagokat, ebbe is általában termék minták találhatóak, ezt összeghatárhoz kötjük, vagy pedig hát attól függ, mit találunk ki, úgy adjuk, de ezek is nagyon népszerűek. Tehát hallottunk olyan családról, ahol csak ezt kapta például a gyerek. És ugye ez az olyan jó visszajelzés, meg nagyon örülnek neki, meg hát ezzel is támogatjuk ugye az egészséges táplálkozást is, tehát azért a szaloncukrot tényleg úgy szoktuk megválogatni, hogy ne károsítsa a gyerek egészségét. Meg rengeteg, tehát ezt ugye muszáj általában egy évre előre tervezzük be, vagy tervezzem be az akciót. Bocsánat, és ilyenkor csak öten dugjátok össze a fejeteket? Hát ez úgy szokott lenni, hogy ezt egyedül én kitalálom, csinálok egy tervet, és akkor az igazgatóval ugye egyeztetjük. Általában el szokta fogadni, amit én javaslok, de nyilván, hogy hát ötleteket szoktam kérni kollégáktól, meg hát én állandóan jegyzetelek, tehát amikor eszembe jut valami, akkor ezt leírom, és akkor amikor van rá időm, akkor ugye így összesítem.
Nehéz, de én szeretem csinálni, tehát ezt tudom csak mondani. Igazából azért is nagyon jók ezek az akciók, ugye én tapasztalatban is látom itt a vezetőinknél, hogy az aktivitásukat, amit mondta Szilvi, nagyon jól növeli, mert nekem nagyon tetszett, képzeld, de kitaláltak egy olyan akciót egyszer, hogy éjszaka lehetett rendelni. És ez nagyon jól felmozgatta a társaságot, hogy azt szeretném még tőled kérdezni, hogy mi volt az az akció, amit te nagyon sikeresnek találtál itt nálunk, amire úgy láttad, hogy aktívak is voltak. Nyilván elsősorban ugye a vezetőhelyen álló articsóka készítményt, ha betesszük akcióba, akkor ugye hát ilyen robbanásszerűséggel történik az értékesítése, de az éjszakai, ahogy mondta is Gyuszi, az nagyon, hát nem is tudom, hogy jött, de nem éjszaka dolgozunk, tehát ez most nem azt kell kitalálni, hogy ott ülünk éjszaka és a telefon mellett, hanem ugye akkor tudnak interneten, e-mailben rendelni, és akkor azt másnap feldolgozzuk, jó esetben másnap, mert van, hogy egy hétig azt kell feldolgozni, de igyekszünk minden igényt kielégíteni, ugye, de muszáj előre felkészülni, tehát egész évre a havi akciókat muszáj megcsinálni a megrendelés miatt, mert ugye nem minden nap tudok rendelni, tehát annak is ugye megvan a saját ütemterve, hogy mikor kell leadni ezt a rendelést, azt a rendelést, és ugye úgy kell nekünk betárolni a termékeket is, tehát arra is vigyázni kell, hogy ne abba ott álljon a pénz az áruba, illetve meg hogy hely szűke miatt is, ugye havonta kétszer általában, illetve két havonta szoktuk a rendelést elküldeni. Hát akkor ez nagyon nagy logisztikát igényel. Már én úgy, tehát hogy mondjam, tehát ebbe beleszülettem, inkább úgy mondom idézőjelbe. Tehát én megtaláltam azt, amit ugye mindig mondanak, hogy abban a munkában, amit szeres csinálni, akkor te boldog vagy, tehát én azt megtaláltam. Köszönjük szépen, hogy belenézhettünk mi is, hogy működik. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt ül mellettem Horváth Zsolt, cukrászmester. Kérlek Zsolt, mesélj nekünk a mai napról. Mennyire volt nehéz számodra ez a kihívás, ennyi süteményt legyártani? Hát kicsit mozgalmas napon vagyunk túl, eléggé, de hál' Istennek sikerült minden akadályt elhárítanunk. Felmerültek néha egy kis problémák, de hál' Istennek minden sikeresen végigment. Mit jelentett számodra ez a kihívás? Tehát itt reggeltől estig tartó meló? Egy kicsikét felboldítottuk itt a szálloda életét, és hogy őket se zavarjuk, ezért mi egy kicsit háttérbe szorultunk, és egy cseppet így el volt túl nyomva, de így hála jó Istennek, nagyon jól sikerült. Beszélgettünk itt Zsolttal a kulisszák mögött, miközben ő dolgozott és serénykedett, hogy ugye ezek az ételek nagyrészt ugye cukorral készülnek, és hát ez a könyv attól különleges, hogy ezt az alapanyagot kiváltjátok, illetve hát te kiváltod valami mással. Milyen dolgokra kell itt gondolni, mivel tudod kiváltani a cukrot, és majd nyilván ennek milyen hatása lehet annak, aki mondjuk ezt megteszi, és így fogja ezeket a süteméket otthon a könyv alapján elkészíteni. Hát a cukrot általában eritritten váltjuk ki, én szerintem az a legjobb édesítőszer. Hát egy kicsit változtat a textúráján is az elkészült süteményeknek, ezért abban is egy kicsit módosítani kell, mert egy kristálycukor is másképp viselkedik, másképpen bomlik, úgy mint az eritrit, ezért én itt néha egy kis fortélybe le szoktam csempészni a dolgokba, hogy teljesen jó legyen a süteménynek a textúrája, amit majd a megvásárolt könyv mellett be is lesznek írva ezek a különlegesebb fortélyok, hogy mit kell egy háziasszonynak megtenni, hogy az a hasonlóan, vagy úgy nézzen ki, mint a fényképen. Itt fel is merül a kérdés mindenkiben, a nézőkben is, meg bennünk is, mert Adriennek látom remeg igen, a keze, igen. Hogy hát itt ül velünk egy mestercukrász, profi képzettséggel, gyakorlattal, na most nyilván aki otthon van háziasszonyként, nem biztos ugye ezekkel rendelkezik, ilyen ismeretekkel, tudása, meg tudja otthon csinálni egy háziasszony ezt az eritrites süteményt? Tehát el tudja készíteni? Igen, el tudja készíteni, úgy válogattuk össze a süteményeket, hogy könnyűek legyenek, de mégis akarzon egy kis fejtörés benne, hogy legyen kihívás a számukra. Mert ha most egy alapreceptet csak megadunk, hogy nagyon könnyű összekeverni, semmi kihívás nincsen benne. Így van benne egy kis kihívás, meg úgy vannak a sütemények összeválogatva, könnyebb és nehezebb sütemények, de a nehezebb sütemények is égen könnyen elkészíthetőek.
Tehát akkor magyarul mind alapanyag, mind pedig eszköz rendelkezésre áll egy normál házi asszony háztartásában ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. Egy kicsit kell az ügyességén dolgoznia, valószínűleg fog olyat találni benne, amit még nem csinált, de ettől lesz különleges ez a dolog, hogy ebből a könyvből ugye egy új dolgot valósít meg. Még egy kérdésem lenne hozzád, mi az, ami másabb a süteményen? Igazából a hab, mondjuk egy habot másabb megcsinálni egy ilyen cukorból, vagy a tésztájával nehezebb bánni? Is mind a kettővel nehezebb bánni, egy habbal is nehezebb bánni, mert ott figyelnünk kell egy állag megóvására, egy tésztával is nehezebb bánni, utána hogy fog viselkedni a süteménynek a textúrája, mindenre megvannak a kicsi kis fortélyok, hogyan lehet kicsit segíteni azon a süteményen, hogy az szépen és dekoratívan nézzen ki. Ezeket a fortélyokat te dolgoztad ki? Szájhagyomány után eredő fortélyok, más cukrászmesterektől is, más cukrászoktól is, hogy éves tapasztalatok után jöttek ezek, hogy már ebben kell segítenünk egy ilyen süteménynek az elkészítésén, ebben így. Melyik volt a számodra igazán kihívás ebben a könyvben, mint sütemény? Melyik volt az, ami tényleg nehéz volt, megszenvedtél vele? Volt egyáltalán ilyen? Hát most még eddig még nem volt ilyen. Még annyira olyan nehéz lett volna, szerintem nem minden könnyen elkészíthető. Még ez a torta sem, ami itt van előttem? Mert ez elég jól néz ki, tehát ezt te díszítetted, te csináltad, ezt csak egyedül? Így van, hát ez egy 20 perces torta. Akkor mindenkinek ajánljuk figyelmébe ezt a 20 perces tortát, és szerintem meg is fogjuk kóstolni. Pontosan milyen tortát látunk itt előttem? Ez egy könnyű felvert tésztával készült narancs torta. Ilyen mascarpone-s kémre jellegű narancsokkal. És hát ugye most egy receptkönyv, vagy a korábbi interjúban is beszéltük, attól különleges, hogy nem csak kvázi egészséges édességeket, süteményeket tartalmaz, hanem sós dolgokat is. Hát én mielőtt rátérnék, hogy milyen sós fűszerek vannak benne, nyilván azt szeretném megkérdezni, hogy cukrászmester az tud ilyen sós dolgokat? Vagy szereti egyáltalán a sós nasolnivalókat? Persze. És a cukrászoknak egy nagyon nagy alapszabály, hogy minden édesbe kell egy kis só. Az adja ki egy édesnek az igazi ízvilágát, az adja vissza a jellegét. És ugyanúgy fordítva is, hogy minden sós süteménybe kell egy picike édes belecsempészni, hogy igazán kijöjjön annak a süteménynek a sós jellege. Igen, ezt egyébként én sem értettem, hogy miért van az, hogyha egy sós süteményt csinálok, akkor miért írja a receptes könyv, hogy egy csipet cukort rakjak bele? Így van, mert az ízvilág, hogy harmonizálnak az ízek, másképpen dolgozik. És akkor sokkal jobban előjönnek ezek az ízek, a sós ízek, ezek mind előjönnek sokkal jobban. Köszönjük szépen az interjút!